Jó napot, jó napot! Meg szeretném kérdezni, hogy itt a Szalóki Vásárban itt hol lehet Nintendo kazettákat, illetve Dinókat vásárolni? Látom, hogy itt ruhákat árusít, de én Nintendo kazettát keresnék, vagy ez a korszak már lejárt? Már nincs ilyen, Dinók sincsenek? Vagy mi? Már olyan Nintendo kazetta. Nincs? Nincs olyan? Picsába. Hú. Hát akkor én már eléggé régi módú vagyok. Oh shit. Shit. Wow. Na mindegy, meg Cyberpunk Wii vagyok. Egyben. Mutatok valamit, de csak egyszer. Már vélek, még szívinfarktust kaptak, hogy valami. Látjátok, átöltöztem. Most már normális ruhában vagyunk, ami jobban véd. Nem érdekel, hogy ezek is védenének, meg minden, de nem akarom úgy nézünk ki, mint valami cosplayes valaki. Közben keresem a kocsimat. De egyelőre még nem találtam meg, de majd meg lesz. És akkor itt vagyunk még mindig kint vidéken. Nem tudom, hogy mit fog hozni a mai rész. Fogalm sincs, fingom sincs. De majd lesz valami. Haladunk. Ahogy majd a játék... Hoppá, itt mi történt? Játék. Ők már nem játszanak semmivel és senkivel. De volt náluk egy-kettő dolog. Egyébként képzeljétek el, még reggel 7:30 még csak most. Hát ezzel sem megyünk ma. És még eléggé kába vagyok, olyan, mintha altatásból ébredtem volna. Erre kéne úgy menni, csak járművel. A motorral megyünk most. Csak kíváncsiak, hova teszik. Le. Ott lenne, vagy hol a picsában? És annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon kába vagyok, de mondom, hát ásni kéne kint a kertet, majd, hogyha jobb idő lesz, mondom, akkor már úgysem lesz ez én játszás, meg ilyesmi, akkor mondom, amíg szépen így a nap feljön, addig én itt cyberpunkozok, utána majd kimegyek ásni. That's fucking simple. Erre is lehet amúgy menni. Jaj, valami, mint egy ló megrúgta volna a motort. De elvileg erre is lehet menni. Majd mindjárt, ez egy roncs terep. Nagyon szépen néz ki amúgy itt a nagy, bűzögő város mellett. Aztán ide kéne jönni lobizni. Lehet, hogy még találnánk kárt is, meg boilert. Van egy hűtőszekrény. Na. Ha már hűtőszekrény van, minden van. Aha, és akkor elvileg még itt emberek is vannak. Vagy csak egy ember, Motherfuck a sniperrel. Az jó, vettem közben gyógyszert, meg ilyesmi. 91 ilyen hílelő cuccunk van, de nem szeretném mindig használni. Hát ebben amúgy jó lett volna a shotgun töltényt venni. Na majd mindjárt vissza még a fegyverboltba. De először megnézzük itt, mi a hányás. Ez a hányás. Mi a picsa? Közben azt nézem, akna van-e, mert tudjátok el. Én egy igazi motherfucker akna kereső vagyok. Még itt fel lehet menni? És felrobbanunk a genyába. Ez ki a jó isten? Nagyon gyenge vagy ma fiam, hallod. Úgy látom, hogy hamarabb kell neked felkelni ahhoz, hogy engem legyőz. Jó van, de nem volt egyedül. Ja, itt egy hulla, jó tudni. Adat szilánk, és akkor nézzük meg az új szilánkot. Üzenet elolvasása. Üzenet a jövőből. Jó. És akkor itt ennyi volt a cucc. Várjátok, már itt van egy ilyen pince. Vagy mi a manu. Itt lakott a csávó. Hoppá. Ez elalélt unalmába. Új tárgyat kaptál, ilyen fejpántot kaptunk, nem? Igaz, egy bandanát kaptunk. Ez kell. Cooperhead. No, Cooperhead már nem kell. Felderítő gránát is, néha kő. Aztán menni kő. Na gyerünk innen. Nagyon undorító ez a roncstelep látványa. Mondjuk ennél már csak egy szeméttelep látványa lenne undorítóbb. Csak mondom. I'm just. Jó. Hol a motor? Valahol itt hagytuk a redvába, a dudvába, nem? Így. Nyomunk egy kubetűt és felszálltunk. Na, visszamegyünk a fegyverboltos nénihez, bácsihoz, aki itt van.
Így van, mert shotgun töltény nélkül, vagy nem tudom milyen töltény kell abba a szarba. Nem nagyon fogunk érvényesülni, én úgy mondom. Illetve, hogyha valami közelharci, jó, már ellenséges. Izé. Ha valami közelharci fegyvert tudnánk venni, mondjuk egy kis citerát, vagy nem tudom, annak örülnénk. Jaj. Megdobogtassa, megdobos, dűne megdobogtassa a motort. Láttátok már ezt a filmet, hogy dűne? Én nem. Haha. Vagy már ez amúgy visszafele a városba vezényel minket. Jó, nem akarunk itt izé Facebookra képet. És az úgy nagyon nem lesz jó nekünk. Istenem, ez a GPS, nem megyünk vissza a városba, mondtam már. Hú, azt a milyen látvány, itt még ilyen szemetet is égetnek. Na, lélegezz be. Ez mi volt? Mi van? Gyalog megyünk tovább, mert... Mi van, motor izé? Depressziós lett? Mondom, motor depressziós lett, hogy mi van? Jó, megpróbálom még egyszer felszállni rá. Így. Nem tudom, lehet, hogy izé a hűtőből ki akarja venni a motort. Na jó, van, akkor megyünk gyalog, hát ennyi. A motor nem szeretne tovább menni, lehet most Jackie gyászolja még mindig, nem tudom. Hát picsába. Ilyenek is léteznek, hagyjuk már. Pan Rancho Coronado. Milyen jó lenne, úgy én is mondanám. Hol, hol? Lakcím? Rancho Colorado. Cactus Street 4. Jó van, jó van. Akkor majd az új személyigazolványt oda küldjük. Köszönjük szépen. Na 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 na. Ittam egy kávét. Gyorsabban felébredjek. Igazából most nagyon keveset aludtam. Ez nem panasz. Menjünk ezzel. Betörés. Hagyjuk már. A motoromat meg ellopták. Ellopta a gép tőlem. Mit nem képz az a mocskos játék. Magáról. Ha! Milyen zene ez? Na nekem olyan Jolly-t rakjadok már be. Köszönöm. Megnézzük még ebben a részben, hogy miféle nyalánkságuk válnak minket Bellencben. Mert hogy ez Bellenc. Izé, rossz vidék, rossz földek. Meg minden. Ballancs, ballancs. Hogy Tempen is adta a küldetést annó. Megjöttem. Megjöttem. És akkor ott valami ilyen csajszi árusítja a fegyvert. Látjátok, szépen nagy napszúrások közepette. Akkor milyen, mert amúgy vettem shotgun lőszert, mert én azt hittem, hogy olyan kell ahhoz abba a fegyverbe, de ezek szerint nem. Szóval veszünk puska lőszert is. Ennyi hát. Én sem tudhatok mindent. Tudjátok azért. Én egy lángelme vagyok. Egy igazi, hogy is mondják, egy ilyen ember azért egy évezredben csak egyszer születik, de azért mindent én sem tudok. Mondjuk elmegyünk 150-ig. Mi az? Kaszinó. És akkor yes. Yes. Akkor mit tudjam én, tab. Na nézzük csak. Mondom, nézzük csak. De ebben mindig nincsen lőszerünk. Érdekes. Akkor milyen lőszer kell ebbe? Nem tudok eligazodni. Mert vettem shotgun lőszert is. Így van. Mestervészpuska lőszer? Biztos, hogy nem. Vagy akkor nem vettem volna shotgun lőszert? Akkor nem vettem. Jó van, bocsánat. Megesik néha itt falóhelyen is. Ballancshelyen is. De ne, ezt hülyeségben nézzétek. Lehet akkor vásárolni kell a fegyvert, mert ezzel a shotgunnal nem tudom. Nem hiszem, hogy sokáig húzuk. De nézzétek meg, itt mindegyik fegyver majdnem rosszabb, mint a miénk. Mi ez permetező? Izé. Szár. Szóval nem vágom, hogy most... Istenem. Na mindegy, maradjunk a shotgunnal, és akkor majd hátra tudunk lootolni a fegyvert, vagy hátra nem. A pisztoly meg a elég erős. Ja, ez nem is a enyém. Jó, bocsánat. Kleptomániás vagy.
Megnézed ezt a szabotőr ügynököt. Úgyis a szabotőr végigjátszást is majd valamikor folytatni kellene. Ugye jön már az a baziliszkusz, atya a baziliszkusz. Vigyázzunk, mert ne támadjam. Nem gondoltam volna sohasem, hogy ennyire ki fogunk fogyni lőszerből. Ezt a mesterlövész puskát sem lehet egyelőre használni. Mi van, Dakota? Someone is yanking my friend's drones out of the sky. Check out the coordinates. Find out who is responsible. Hát ők azok, nem? Ugye? Elérhető gyorsággal is. Mindjárt leszítik a fejünket. Ott van egy csávókánk. Ott van. És akkor rövid zárat, amit tudunk csinálni. Átmeneti vakság, az jó, nem? De mondjuk ha egyedül van, ja úgy nézzétek ott van ki van téve az ilyen mézes madzag. Az nem jó. Látjátok ott, hogyha átmegyünk, felrobbanunk, vagy nem tudom. Jó megvan ezt csinálva, az meg észrevett. De jó. Ó, milyen? Az igen. Adja. Adja. Jó, legalább sikerült kiiktatni. Gyorsan amúgy be kéne futni. Ők kifutnak, mi befutunk. Jó, befutott. Befutott celeb vagyok. Én vagyok Lady Gagani. Jajaj. Többen vannak, mint egy kis kép. Na, szerintem itt jó helyen vagyok. A, mégsem. Gyertek. Mondom, gyertek. Így van, nyugodtan átjönni. Semmi baj nincs. Semmi baj nincs. Hú, ez elég... Elég nehéz, nehézkesnek tűnik. Korán reggel 4 óra. Gyorsan megpróbál felfutni. Úgyis az a lényeg. Nem? Nyisd már ki. Na. Köszönet. Csuk be. Akkor ne csuk be. Újra kevés lőszerünk van. Közben ez a kis izé Balázs Kláris zene. Az még segít nekünk. Ó, erre nem kellett volna jönni. Valahogy fel kéne menni. Nincs itt lépcső. Vagy nem tudom, lift. Én luftoljuk. Aóba, felrobbant a üdítő. Ez nem jó. Shit, 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 ez tényleg nem jó. Na, helyes. Tudtam én. Én tudom, hogy mitől döglik a légy. Úgy szóljátok, hogyha hangos a háttérzene. Mert néha én úgy érzem, hogy elég hangos. Aztán az úgy not cool, man. Nem látok, hogy szarcsa. Sebzőnek legalább. Eléggé sebzőnek. Maradt 10 töltényünk. Jó, utána szépen elbúcsúzunk ettől a fegyvertől. Látom, hogy normálisan... Jaj, még megijedtem, mi az a... ki az a sündisznó, mondom. Bazzeg. Zene meghúrt. A feje annyira kicsit nem nagyon bírja. Hát igen. Micsoda fejetlenség? Aj, Isten, miért fordult el? Így van, a headshot az. A headshot az még 2021-ben is headshot marad. Ez kő. Ez a még jobban kő. Valaki itt van a hátam mögött. Nem. Itt mi van? Kérem szépen, pizza nincs. Ezt még nem tudjuk használni. Gyere. Gyere, kislány, gyere. Szól a zene. Maradt egy töltényem. Ezt neked ajándékozom, testvérem. Na ez milyen fegyver? Ó, ez egy sörétes puska. Pont ilyen fegyvere van neki is. Elnézést, valaki nagyon ugatnak. De meg kell nézni. Ez a sörétes puska szerintem másabb, mint ami nekünk van. És akkor le is cseréljük. Aha! Ilyen, hát ilyen lupara. Maffiás lupara, csak 2077-es köntösben. Jó ez. Tetszik. Tetszik. Pont ilyen bellences. Amúgy. Nem. Pont ilyen van nyugatlan. Van nyugatos. Még sörétes puska lőszer is van. Közben a ablakoknál nem nagyon kéne járkálgatni. Mert le fognak minket lóni. Sebestjén tóni. Jaj, mi a picsa volt ez. Még le is lass. Izé ilyen csiga lettem. Nem izé.
Ez nem jó. Milyen fegyver van ennek? Hallod, hol vette? AliExpress. Vagy mi a picsa. De komolyan. Még mindig bírja amúgy. Kis túror. A sógor. Várjátok már gyorsan, hogy az izénbe állam, beleizélek egy kis botoxot. Jó. Jó sokan vannak amúgy. Tudd meg, hogyan térítik el a drónokat. Hát egyelőre, nézzük már meg ezt a fegyvert. Kávé szín tiszta tejjel. Az igen, és ez hogy nem ömlött ki. Itt elvileg van valami. Ide kell jönni, nem? Aha, fentebb. Ez olyan magas, mint a szalóki víztorony. Gec. Egy, haló, van itt valaki? Fel lehet menni? Jaj, mi ez? Nekem nem tetszik. Ja, innen jöttünk. Az jó. Jaj. Az tiszta izé, Star Wars Battlefront. Na még egyszer. Ott van fent a legtetején. Chávez. Várjátok? Így itt feljebb megyünk. Totyogok, eltotyogok oda tetejére. Igen. Ez a jeladó emlékeztet kire? Steven Seagal, vagy mi? Hardcore punk zenét nyomattunk a zsaruk frekvencián. Én értelek hardcore punk, de nem tudom lekapcsolni az áramot. Mert nem vagyok elég erős. Szóval ilyenkor mit fog? Ilyenkor mit lehet csinálni? Tedd tönkre az antennát. Ja? Van egy másik opció is. Ennyi. Távozza a helyőrségről. Mindig jó, a pofámba robbant. V egy kicsit elcsonyul, de jó van. Oda nem kéne leesni. Szerintem. Nem lenne nagyon jó, humánus, hogyha leesnénk. Ez milyen fegyver? Jó van. Ezt már megvettük a boltba. De jó, én is mindig vásárolok. Ordibálj már, hallod? Na. Hát felébe még a halottokat is felé hozta, bazd. Erre mondjuk. Kicsit lerövidítjük az utat. Milyen kocsi vár ránk kint? Hát ez nem kocsi. Hát a shotgun az... Nem annyira adja neki. Látjátok? Halljátok? Halljátok, mert most csak éppen izének. Dubajkodunk, vagy dulajkodunk. Repülő drog. Na, viszont... Most már jól lenni kis... Csend. Csendélet. Ezt. Meg ezt. Így. Jobb lesz. Mert az izék is nagyon beszélnek. Antenna, antenna. Newton utcai hírnevünk, egyre többen ismernek minket. Akár, mitől megkérdezik, a Pacsító utcában ismer ezt a szemét, azt mondják, hogy igen, ismerem. Utcai hírnév is növekedett. Na. Ami mindig azt akarja, hogy itt a kocsit lehessen vásárolni. Itt pedig van egy fixer. Megnézzük. Menjünk a motorral. Hát ha azóta már jobban van. Ott jön. És olyan, mint a Redditbe, mikor hívjuk a lovat, nem? Amúgy. Jó nézünk ki, amúgy nem. Kicsit a hajunk olyan, mint hogyha ilyen néha ilyen a 2000-es évekbe jöttünk volna, mint és a 2000-es évek játékaiba szerepelnénk, de az nem baj. Na, nájci, lúb ballonsz. Kapcsoljunk már valami rádiót, valami kis zenét, hát a felébreszt. Jó így leülni cyberpunkozni amúgy. Mondom, hogyha napi egy órát mondjuk játszunk vele, akkor szerintem egy hónapon belül végig tudjuk vinni a játékot, szerintem. És még lehet túl kedves is vagyok, mert az 30 óra játékidő még pluszba. Hogyha egy hónaponta napi egy óra osztát játszol.
Szóval lehet nem is olyan hosszú játék, de mondjuk, hát olvastam egy 80 órákat, mindjárt most járunk olyan. Hány mennyi időnél jártok olyan? 25 óránál körülbelül? Nem látszik mondjuk meg, se a izé, amit vásároltam cuccokon, se a játék, ahogy játszok azonosa. Szóval mindegy. Itt már voltunk egyszer amúgy, jó tudni. Itt van izé Dakota. Ja, hogy ilyenkor nem ad már küldetést. Jó van. Akkor megyünk ide a mérsékelt övezetbe. Mérsékelt éghajlati övezet. Apa tüszkölt. Egészséged, apa. A motort hova tettük? Mert nem mindegy, hogy itt ki vagy itt ki. Ott van. Ott van Jackie motorja. Jackie amúgy ki tudja milyen izé, hogy kihasználhatta ezt a motort, amúgy nem. Ki tudja milyen hány kilométer benne van ebben a motorban. Vigyázzál, testvérem. Bevettem egy hossz cukrot. No hát, így. Legalább a torkom nem fog ilyen keresztapa hangúval változni a hangom. Szóval elmondtam. Itt a sivatagban amúgy itt érdemes nekik ezeknek a bűnözőknek így elérdegélni, hogy mi a Mariska néninek a bandanája. De most komolyan, hogy itt a sivatagban itt el vannak. Itt a befőtt. Várjátok, mert ellenséges terület. Ú, neki mentünk a, ennek a kősziklának. Amúgy már látnak minket. Ez ilyen rendőr csaj. Nine. Legyen ez. De csak raboltak, nem? Lehet csak izé, itt a macskának a teljes tányérját lopták el. Lehet, ők nem annyira rossz fiúk. Jó, én lőttem. Meg húztam. Isten, ez a tárcsere. Jó van, helyes. Egy jó, hogy ilyen robbanósok. Örülte neki. Reméljük aknánk nincsenek itt a közelben. Nem úgy, hogy akna, hogy ilyen izé, szennyvízes akna, hogy beleessek. Még az sem lenne jó. Az lenne. Rádió. Minek a rádió? Hallgatunk egy zenét? Jó, az a pisztoly is amúgy. Pittó. Fejezd be. Fejezd be. Úgy, Lidiec hulla rabló. Az tiszta ilyen Harry Potteres, nem? Dementor után. Az a pont a tűzben állt. Az ilyen okos gyerek, nem? De bemegyünk, hát van egy kis, mi az? Kis nasi. Fornet is pogácsát bekapjuk. Hát ezért azt mások vagyunk amúgy, most már rájött a V azt más. Azért kell mindig az a heal. Ja, van nekem a gránátom is. Haha! Ja, pofámba robban. Jó, eldobtam amúgy. Mondjuk jó volt, nem? Kapták. Én is kaptam. Nem figyelek. Megyek a moslékos velerbe amúgy. Csak mondom, Nordikám, nem figyelsz. Meg fogsz halni. It's fucking simple. Nem tudom, a sátrat lövöm. Lehet az én lövöm a sátrat, mert nekem sohasem volt sátrat. Szerintem az a játék FPS szinten is megállja a helyét. Na ugye ez egy RPG játék, de... És a fejlesztők ugye a Witcherrel sosem, azok nem FPS játékok voltak, azok az első FPS játéka. És mindjárt megkérdezik majd kommentben, hogy lesz-e Witcher végigjátszás. Legalább Witcher 3. Nem tudom, ez kibaszott hosszú játéksorozat lenne. Úgy sohasem kötött le. Gyengébb? Gyengébb szerintem, szóval... Akkor azt... hagyjuk. Pukka! Vigyázzál már testvérem. Hínyi. Na, ti sem raboltok már semmit. Egyenőre. Hello, Lidérc vadász. Elég volt ebből a Lidérces... Ideje már felébredni a Lidérces álomból. Viszont ez meg kell, ez a zúzó sörétes puska. Ezt elfogadjuk, köszönöm szépen. Hát,
Szerintem itt az idő egy kicsit dancálni. Nem lootolni, amúgy. Taine. Taine. Ez tisztán ez ilyen. Tudom, mexikói sorozat. Puskalőszer. Lootolgassunk, lootolgassunk. Az is jó. Fegyverbolba nem kell. Macska ellen, az még jobb. Szimb. Jó. Oké. Na. Epikus fejlesztési összetevők. Mi a picsa? Azt tudom, hogy kell craftolni. Mondjuk már jó lenne megtanulni. És mindjárt valaki írja, nem is lehet a játékba craftolni. Ó, hát azért... Nehéz géppuska. Pukka. Várjátok, ezt elhajintsa, hogyha... Elhajintsa egyből. De az nem jó. Hát akkor itt marad. Megeszi a penész. Egyen meg a penész. Azt vegyük fel, 1080. Küldetésre nem kapunk 1080 euró dollárt, dicsak buksi. Így van, ezért jó széjjel nézni. Mert utána meg sokkal jobban tudsz majd te is haladni, hogyha már lesz pénzed. Mint hogy mit tudom én, mindig majd vásárolgatnod kell. Nem hülyeség ez a lootolgatás. Én sosem mondtam azt, hogy ez egy marhaság. Bohóckodás. Közben szól a izé. Zene. Hallod, mindjárt levetkőzik egy cátangába, azt táncolok. Közben a hullák helyét mutatja az X. Nem tudom, hogy megnézem régebbi részekben. Egy tisztasági csomag volt nála, az igen. Megnézem a régi részekben, hogy az X-ek voltak a térképen, mert nem emlékszem, hogy lettek volna. Lehet ez valami patch. Patchhez jött, hogy most már látszódik, hogy hol vannak a hullák. De nem biztos, lehet csak én voltam annó is figyelmetlen. Szóval, I don't know. Na jó, szerintem itt az idő menni, kedves Zordon. Szóval menjünk. Ez jó, amúgy jó helyre, fogadjunk, nem tudunk elindulni majd vele. De. Na, ez is sikerült, és még nem ment le a nap. Zsoldost kerestetik. Támadás folyamatban. Itt pedig van egy taxi. Lenne egy taxi. Jó, akkor ide megyünk a Zsoldoshoz így. De hát levágjuk az utat. Of course. Milyen gyorsan tud ez a motor menni amúgy? Az kilométerben van? Miért? Mert gondolom mérföldbe. Izi 120 mérföldben, 240-es. Körülbelül 240 kilométer lenne. Meg dinnyét árult? Mindegy. Erre. Mindjárt elénk jön egy víziló. Ha még létezik. Azt a kurva. Azt a... Milyen szennyezettség van itt. Bassza meg. Hát ezt fasz amúgy. Nagyon idilli jövőkép. Itt is. Nem itt haltunk meg? Majdnem. Az igen. Jaj. Neki mentünk ennek a... karancs gázkályhának. Meg nem tudom milyen hűtő. Van egyáltalán út? Itt az út. Ugrató. Hát régen úgy mondtam, hogy ugrajtó. Nem tudom milyen ajtót akartam az elővarázsolni ugrajtóval. De most már ugrató. Az igen. Á, mint a bolondok. Az igen. Egy bolond százat csinál. Na. De most itt van ellenség? Valamit látok. Na. Számára lebuksi. Dakota? Bula. Kind requests, the promise of good pay, none of it helped. Always the same response. I don't do biz with fixers. But today she has changed her tune. And why? She's been kidnapped by wraiths. Pettiness aside, if you help her, I bet she will finally toss me a bone. The gig details are attached. Go fetch V.
Ez olyan, mint mikor Lancer meg kell menteni a roncstelepről, nem? Csak most valami csajt kell, mert elrabolták, hogy mit jön, őt kell megmenteni. Az mi? Ja Istenem! Ja Istenem! Ó Istenem, nem lehet hatástalanítani, pedig az lenne a legjobb, hogy így nem vennének észre, hogy jövünk, de nem. De majdnem már észrevettek. Óvatosan, óvatosan. Megpróbálok osonni. Ajajaj, de sokan vagyunk. Azt olyan páncélban van. Ez biztonsági löveg? Ja, hogy akkor azért nem látom az embernek a fejét, mert ez nem is ember. Jó van, hát itt át tudunk osonni. Az majdnem észrevett. Gyorsan, amíg meg nem fordul, addig csináljunk vele valamit. Mi a fasz? Ez hogy sikerült? Ez mi a szar volt? Ez hogy sikerült? Láttátok? Nem is volt ilyen választás. Hát, jó, nincs még 2022, de... Ez érdekes volt. Úgy nincs meg a 30 FPS, az tuti. Hogy nincs meg a 30 FPS, mert nem is tudok normálisan célozni. Jó. Jó, mondjuk alapból sem tudok normálisan célozni, de... Nem ide tartozik. Kicsit kimegyünk, mert már nagyon büdösök. Fú, az meg hát ez nagyon-nagyon, ez nagyon sok, sok ember. Hát jó van, hogyha normálisan ki lehetett volna iktatni, lehet nem lett volna vele semmi baj. Ez rossz, mint a Mónika show. Na mindegy. Hol vagyunk? Jaj, ez a képek, komolyan mondom. Na, képtelenség. Az igen. Hát ez fasz. És ha mindig meghalunk, akkor mindig idáig el kell jönni a checkpointig, mert ugye itt volt még az előző küldetésnek. Az jó. Na de. Na de. Okos hozzáállás. Nem halunk meg? Soha. Neve. Neve szerint neve. Na mindegy. Áááá. Mi ez a pocsolya? Kocsonya. Au. Jaj. Júj. Tiszta idén hallod, drift, driftel. De ezt hogy kéne megcsinálni okosan? Amúgy, de tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon okosan. Vigyázzunk, mert olyat esünk, hallod? Az igen. Az igen. Azért lehetne turkálni, nem? Na megpróbáljuk megint. Mikor ez egy kibaszott nehéz lesz, nem? Ez egy nehéz mission, ugye? Nagyon magas a veszély, szóval, ja. Lehet, hogy majd ide akkor kéne visszajönni, amikor már kicsit erősebbek vagyunk. Kicsit. Fel tudunk már emelni egy fogpiszkálót. Hol a csávó? Bazd meg, hát... Ki akartam fingatni? Always, always. Hát, ha rajtunk múlik, az a nő egy darabig még biztos el lesz rabolva. Fejezd már be, nem tudok gránátot dobálni. De elbasztam ezt is megint. Ki gondolta volna? Jaj, ne gyere, menjen közel! És alig sebződik. Pofámba jön amúgy. Nem tudom, mit akar tőlem. Az igen, hallod. Jó van. Na, én úgy gondolom, hogy tudni kell azt, hogy hova elvisz minket a vérfarkas. Tudni kell azt, hogy mikor vagyunk gyengék. Ehhez még nagyon gyenge vagyok. Szerintem. Izomláz van a péniszem, izé a... Semmi. A Cyberpunk folytatás. Na. Megnézzük ezt a taxit. Ugye? Ez ilyen mérsékelt.
Ez is nagyon magas. Most már nem ismerek olyanokhoz, ami nagyon magas küldetések, mert az még nagyon babapiskóta vagyok. Szerintem. De biztos tudja, mondjátok azt, hogy meg tudod ezt csinálni, Norbi, ez az Norbi. Jó van Norbi, hú, Cyberpunk Norbi. De nem. De nem. Az olyan, mint Afrika lenne, nem? Jön, és mindjárt jönnek a gazellák, mert mit tudjam én. Megyünk a trónszírhez, nem? Az a trónszír, nem pont úgy hasonló, mint a trónszír lenne. De a taxi mit keresít a sivatagban amúgy? Az jaj. Kuka. Beragadtunk a kukába. Vagy az emetes zsákba. Az jó. Fasza. Nincsen baj. Hát, oké. Tudtam én, ne kukázzál, Vi. Tudtam én, hogy ez lesz ebből. Viszont a taxihoz biztos kell valami jármű. Jármű. Menjünk a kocsival, kocsicskával. Mi az? Látok egy kocsit, csak azért kérdezem. Ja, nem. Jó van akkor. Helyes. Szia. Szervusz. Hello. Hogy vagy? What's up? Na, bekapcsoljuk a izét, a kis grófót, azt megyünk. Megy a Jori hazafelé. Mondjuk az pont nem kis grófú. GPS. Tényleg ennyit muszáj kerülni? Hagyjuk már. Ez komolyan. Hát még ez úgy néz ki, ezek falak. Hát beton. Az beton. Na jó van. Égetnek. Gyorsan kisfiam, szedd be a ruhát. Amúgy azon gondolkodok, hogy mekkora lehet ez a country, az a vadnyugat, és Badlands, hogy elég nagy-e, mert egyelőre nem tűnik olyan nagynak. Jaj, már megint megyünk vissza mindjárt Pestre. Balra, nyomok egy bal, nem erre, nem. Nem szabad puszilni, nem szabad megpuszilni. Nope. Így. Ügyes vagy, fiam. Hülye vagy, fiam, mint szúrásolvát. Jó. Az mi volt? Mi van azokban a zsákokban? Bár biztos nem tollat tettek ide, hogyha megállít egy kocsit. Lehet izét beletették a Zsoltikának a volt izé súlyzóit, hogy nem tudom. Jaj, á, psztá. Jézus Mária. Még jó, hogy nem ilyen virtuális valóságban vagyunk, hogy érezni lehessen az ő sok izé büdös szagot, meg ilyesmi. Ez nem mozdul. Egyenlőre. Na, fel fogunk robbanni. Jó, hogy oda szálljak be. Jó. Attól még felrobbanhatunk. So I'm from another world to you? From the world of matter, protein-based life. Jó van, erre már inni kell, mert nem lehet béni. Na, menjünk haza. Menjünk haza, még mindig azt mondom. Pipa. Pipa szár. Azért, mert én azt mondom. Jó, van.
Elrabolja, vagy valami. Na, ennyi. Fel fog robbanni? Ennyi volt. És komolyan ezt a taxit nem sikerült visszaszerezni. One piece. Jó van. Érdekes, na még két taxi van valahol a nagyvilágban. Elvileg itt is van egy. Na jó, majd. Kicsit még barangoljunk. Jármű megvásárlása, első segélypont. Na gyerek, akkor nem legyen ez a country rész. Viszont még itt is van valami. Még ez még azt mondja a városban, nem biztos, hogy ez már város egyébként. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt is mondjuk mi van. Ez a dock. Meg itt is. Ez ilyen nagyon ilyen country-nak néz ki még, ugye? Ez még ilyen country. Na jó van. Még utoljára. Tudjátok mit? Nem. Ez kettő jelentett bűneset van itt. Megyünk vissza a városban. A városban, jó? Elég volt. Megszerezzük ezt a másik taxit. Ezt a két taxit még megszerezzük a mai részben. Ennyi volt a nagy barangolásunk. Menj, jó, ez a Badlands rész, de ez a szemetes rész, ez nagyon nem tetszik. Bárkinek tetszene. Jaj, micsoda tahúságok vannak itt. Tahoma. Hát igen, tudjátok melyik volt a legtahóbb jármű a San Andreasban? Tahoma. Jó, megint beszélem a fasságokat. San Andreasban nagyon sok jármű volt. De tényleg, ott kubaszott sok jármű, amit utána hiányoltam. Nem a traktort hiányoltam, nehogy azt higgyétek. Amúgy itt megint nincs forgalom. Kíváncsi vagyok a Cyberpunkban mennyi jármű van. Hát ezt látom, hogy nagyon sok járműt lehet vásárolni. Azon gondolkodok, hogy lehet ennyi pénzt szerezni. Hogy azt az összes járműt meg lehessen vásárolni, de most komolyan. Hogyha már itt vagyunk, akkor szkenneljük. Én mindig is szeretem a csokit. Nem, én mindig is szeretem azt, amikor így. Hogyha volt egy játék, vagy gyűjtögetni való, akkor legalább annyiban segített a játék, hogy megmutatta, hogy hol van. Mert igazság szerint tudjátok ti is, hogy mekkora egy fuck tud lenni az, hogyha mit tudjam én, San Andreas-os voltatok úgy, hogy hát, na már csak egy graffiti hiányzott, de vajon hol lehet, meg ilyesmi. Amúgy jó lenne tényleg vásárolni másik járművet is, de először mondom, hogy venni kell lábakat, karokat, ilyesmi, nem? Az fontosabb sokkal. Látjátok, hogy ott voltunk a személytelepen, azt szívtunk. Olyan nehéz volt, olyan sok enem jött, mert minden hiába. Vagyunk már egy kicsit táposabbak. Szóval, ja. Kicsit ilyen Las Vegas-os feeling, nem? Képzeljétek el a San Andreas-t ilyen grafikával. Azt a kurva. Szép a grafikai játéknak. Szebb szerintem, mint a G5, nem? És lehet, hogy ilyen nagy dolgot mondtam, de szerintem szebb. Várjál, most csak a színek csinál, mondassák ezt velem. Ott mi folyik? És valaki lezuhant. Én. Na, jó van, oké, ügyes. De más is. Hello. Mi van? Igen? Új rejtekhely. Milyen rejtekhely? Igen? Elolvas. Hey, Frank.
Van egy új... Akkor kaptunk egy... Bocsánat. Kaptunk egy új házat, mondjuk. Mi nem. Na jó, az a baj, hogy most nincs kocsink. Az elég nagy baj. Azt jól elbasztam. Akkor egyből már vissza lehet hívni. Az igen, nem baj, most lopok egyet. Pont itt van egy. Kettő. Mi ez? Tigázos kocsi. Ez pont jó. Itt szerintem amúgy sem lehet sok rendőr. Ma meg itt van Mr. Gumsom. Az igen, elgázoltam szegény. El tudjátok magatokat képzelni, ilyen kocsival mennétek a izé, munkahelyre, meg ilyesmi. Hol? Hát nincs itt sok rendőr, pont ott volt egy rendőrkocsi. Not Oak. Oak. Volt a maffiában is olyan hely, hogy Oak. Én is amúgy azt mondtam ki először, nem az, hogy Oá, Oá, amikor felsít, amikor megszedtem, Oak, Oak, azt mondtam. Mert akkor is tudtam, hogy majd lesz egy olyan hely a maffiában. Mi van? Nem beszél a csávó. Maradj közel. Hát jó. Maradunk. Szépen el. Körforgalomba el nyugdíjasoskodunk. Csak itt a körforgalomban megyünk. Az jó. Jaj. Még neki mentem, hallod. Az ilyen nyugodt mesterséges intelligencia. Ő békés. Azt mondja, nem menjünk neki semminek. A, már egyből jön a paraszt. Ja, még... Hallottad, hogy milyen hangja volt annak a személygépjárművének? Eurózsak szimulátor kamion. Ez egy maffiás kocsina néz ki itt elől, nem? El kéne lopni. Csak hát most kell a taxi. Taxi! Taxi! Crazy taxi! Gyorsan mentem? Gyorsan mentem? Mi a... Mi az? Ja, ott van Vito. Mi a baj? Szerintem nem mentem gyorsan, de megpróbálok akkor lassabban menni. Ha ez kell, akkor ez kell. Aha. Már érződik, hogy megyünk be a nyüzsgő metropolisba. Jaj, buksi. Mennyivel megyünk körülbelül? 60-nal? Az jó, nem? 40-es táblána. Jó, 60-ig szerintem simán el lehet menni. Akkor még nem pampog. 61. Egy kicsit fel. Aha, már 65-nél pampogott. You going to die? Vagy we going to die? Jó van akkor. Azért nem akarom elrontani a mission-t. I wanna wish to the Merry Christmas-t. Mi a baj? Megint megálltunk. Istenem! Azt nézem, FPS módban nem látszik a... Mi nem látszik, ugyanúgy látszik, hogy mennyivel megyünk. Ott van. De jobb ez, jobb így. Ezen jobban el tudok igazodni a számokon, mint az a... Csí... Jó, ott van amúgy a szám 45, 45, 50... Na van akkor. How's your afternoon? Hiába nyomom most a kút, néha teljesen be van izével. Be van kómázva. A game. Hiába nyomom most a kút, kameraváltás, nem lehet. Érdekes. Megjöttünk. Előtöttük nényét.
De túlélte. Akkor jó. Hárfaj. Na, hadd menjek már, mert kihűl a leves. Hadd menjek már. Thanks. Na. Oké. Hú. Fogadás. Vendégfogadás. Jaj, nyitva vannak már teraszok. Képzettségpont. És akkor már csak egy van, egy taxi van, valahol. Remélem nincs messze. Nincs annyira. Annyira. Ez egy Infernus, nem? Oh, miss my Japanese boy. Jó, ez te is. Na, ilyen kocsit szeretnék. Kár, hogy nem lehet eltárolni a lopott kocsikat, mint a GTA-ban. Hát akkor nem venne senki se kocsit. Na, ez már megy. Ez már megy, kérem szégyen. I'm a baby girl, I'm a baby born in my magic, that's plastic. Adja, Kenny. Nem a Walking Deadből. Ez mi volt? Na mindegy. Jövök. Reméljük, hogy bufásan, jó kis törpe harcsa bufásan meg fognak minket jutalmazni. Emiatt, mert ez egy elég hosszú küldetés volt, ugye 7 taxi. Megszerzése. Ezzel a kocsival most se percet oda lehet érni. Lehetek szerintem, hogy itt valahol le kell majd kanyarodni. Én tudtam. Ez nagyon jó kocsi. Ez meg kint vagyunk a Suburbanben, nem? Jaj, nem ezt akartam. A Suburbanben vagyunk, nem? Kint a izé a... az jó helynek tűnik. Itt még nem is voltam. Lehet laknék. Küldjed az izét, a erőt. Nekünk jön ez a szippantós. Rancho Coronado. Nagyon szágult. Ahogy én nem. Ott még több ilyen izé van, ilyen kertes ház, meg minden. Hát ez a baj, nagyon szemetes hely, ez is. Sajnos. A picsába. Erre jön, nem? Mi az? Kis taxi. Ja? Jön már. Az igen, belemegy. Izé járdába minden. Úgy beszél, mint valami boszorkány. Hallod? Majdnem megijedtem. Ott vannak a flamingók, a pelikánok, Manny. A pelikánok. Milyen fasz baj van ennek, hallod? Hát én sem vagyok százas, de ő se. Delamain's asking for you. Back down now as they stand screaming. No, impossible. Még úgy nem olyan gyors taxival mennek, nem? Ezért gyors kocsival vagyunk most, az biztos. Mi vagy te fűnyíró, hogy néha lemész ide izé a fűre? Pusztítsd el a flamingókat. Milyen flamingókat? Ne idegesíts már fel, milyen fla... Az ilya, van egy-kettő lakosnak ilyen flamingója kint a kertben, és az zavarja a taxit. Az igen. Ilyet az én se anyámnak, se apámnak még nem csináltam ilyen küldetést. Jó van akkor. Ezzel kocsival még tudok is közlekedni. Nézzenek oda. Lássanak csodát. Jó van, elkiabáltam magam. Ehhez voltam. Vagy meg kell ölni egy flamingót? Mi a fasz? Mármint úgy ért, hogy egy ember a flamingó, vagy mi? Ja, gondolom a szomszédok nem örülnek annak, hogyha... Itt... Ó, a gránát is megteszi a hatását. Aha.
Ez a mikocsink volt? Nem hiszem. Meg vagyunk már bolondulva. Jó, van most már mikocsink. Marad. Bocsi, kicsi kocsi, bocsi. Bocsánat. Á, de sokkal lassabb. Hát most már főként így. Lángol. Lángoló erőd. Ó, ott egy medence is van. Hát igen, amúgy nagyon gonosz állatok ezek a flamingók. Megértem a taxinak az aggodalmát. Hú, plics plocs. Ennyi volt? Mint hogy én mondtam volna ezeket a szavakat, a sorokat. És akkor hív a Hitman. Hív a Hitman. Hív a Hitman. Ez is fel fog robbanni, nem? Vagy csak a gumiég? Hát én fel nem akarom meghalni. Megyek! Megyek a jutalomért! Megyek! Jaj! Gengetek! Na jó. Reméljük addig kibírja. Nem tudom. Szerintem taxit kapunk, nem? Valami jó kis kocsit. Szerintem nem pénzt. De ez csak az én véleményem. Mi az a zene? Zé. Nagy Feró bácsi. Ja, mondj, Nagy Feró bácsi, már nem bácsi. Kár, 77-ben. Azért az megy. Ezzel még pizzát is lehetne szállítani. Már megint ott valamit belementem megint. A picsába. Ja Istenem. Ezek a női vezetők, ha. Sztereotípia. Ki is tudom mondani. Sztereotípia, nem? Ez majdnem rossz, mint a minárnői bagolóni. Drift. Tudom én, mit érdeklik a V. És közben elértük az 1 órás limitet, szóval nagyon gyorsan telik az időm. A Cyberpunk világában is. Igen? Ma eltemettük Evelynt, akkor nem, hogy North Oak mellett gondoltam, hogy szeretnéd tudni. Eltemettétek? De oda lehetett volna menni a temetésre? Én elvasztam? Miért nem szól Judy? Bazd meg, Judy! Miért nem szóltál? Én is mentem volna a temetésre. Nem ott izé a Badlands-be járkálgatok. De nem. Hát de. Én is mert úgy kirúcsozom a számot. Számlára? Akkor nem kocsit kapok. $3,400, az jó. Köszönöm szépen, utcai hírnév is. Ez nem mindig így van, poroltót hozzatok már, vagy nem tudom, hogy zét. Hallod, telázsit, vagy nem tudom, ez nagyon ég. Na mindegy. Mivel véget ért a rész, csináljunk még valamit. Búcsúzul. Csináljunk még valamit, búcsúzul. Először is technikai adottság. Ez kellene jobban, hogy ki tudjunk nézni ezeket a kibaszott ajtókat. Szabadság, ócskás. Gépészet.
Igen. Na, ez a mújáknak, hogy ugye nem, hogyha magunkra dobjuk a gránátot, akkor... Hát nekem, ez pont nekem találtak ezt a képzettségpontot. Még maradt egy. Még haladni kéne ezekkel is, nem? Ja, még nem lehet. Na jó, nem tudom miért döntöttem így, de így döntöttem. Találkoztam Takemurával, hát most még nem szeretnék, hanem vissza még ebbe a szabárbanos részt, az annyira tetszett. Valami, nem ilyen magas, mert azért nem, mérsékelt, ez, ezt megnézzük, ez milyen. Hát nekem nincsen szerencsém, nem tudni, hogy meddig élek még. Mikor fogok enni cseresznyét, mert ha nem fogok enni cseresznyét, Istenem, hát mi lesz én velem? Drága látos barátaim, testvéreim, mondjátok azt nekünk, hogy nem vagytok itt. Miért mondok ilyen baromságokat? Nem tudom ezt elmondani, Zsabó! Ha én sokáig élnék, Zsabó! Azt mondanám, hogy szedjünk cseresznyét, Zsabó! És hogyha nem tudni miért, azt mondanám, hogy megnézzünk egy kocsa mesét, Nem így szokták így izé... Ezek a... Roma muzsikusok néha így, még így sírnak is, nem is tudom, a zenékben. Na mindegy. És el nem tudom mondani bánatom. Ó, kislányomat nem láthatom. Jaj, depla! Meddig fúj a szél? Itt mi van? Hát de... Múltkor voltunk. Múltkor, 20 perc ezelőtt. Ilyen sokan vannak. Hát közlegény. Ez így nem lesz jó. Valaki lát. Még mindig. Biztos, hogy láttam valamit. Mit látta? Nem jó, olyan állunk. Megszólalt a gitár! I see a door! Jó, nagyon szar helyen álltam amúgy. Chuck Norris lányom. Mi nem robbant fel a benzines kanna? Nem benzines kanna volt? Nézd, mi van nálam? Haha! Ez az, adja. Mert mérsékeltben annyira nem veszélyes. A cuccos. Milyen hangja van már amúgy? Hello? Kritikus fejlővés. Mik voltak amúgy? Megszólalt a gitár? Ja, még vannak amúgy. Nem baj az. Legyező, az fontos. Főként Egyiptomba. Come on and twist again. Everybody just summer. Az milyen fegyver? Vannak még mindig is, mert itt valami ki tudja mit találhatsz van. Elvileg nem. A picsa se tudja, mi az? Gettó? Hallod. Come on, let's twist again. Nem lehet ilyenkor folytogatni? Folytogatni! Na, így, így. Így. Jaj, bocsánat a testvéred. De történt valami, nekem már nincs a fejed.
Hát nem, mi van testvérem? Be vagy bugolva? Na, nem is tudod folytogatni se. Na, picsába. Azt hiszem sikerült. Lopakodás is fejem ment. Az hogy? Ez minden volt, csak lopakodás, nem? Kül. De elmélek fel lehet valahogy menni. Oké! Okay. Azt nektek mondtam amúgy. Nem, amúgy nem. Ja, zárva van. Az is zárva van. Kell egy lockpick, vagy egy kulcs. Nem test felvétele, valami kis kulcs. Vagy maximum annyit tudunk tenni, hogy mondom, max annyit tudunk tenni így, ugolj fel. Á, nem érted itt a dolgoknak a lényegét, fiam. Ez a sok barikád, hát komolyan. Arra át lehet ugrani. Ó, megvan. Megvan. Szerintem. Jó van, ügyes kis cica vagyok. Az is be van zárva. Bárem, bem, bem. Bem, bárem, bem, bem, bem. Bem, bárem. Tetőn be lehet menni. No? No? No, no, no. Tetőablak? Az egy tetőablak. Antenna? Antenna. Jó, azt szerintem zárom a részt mára. Elég volt. Látom, hogy ott a fasz. Nem tudom, mozog. Na, hát tényleg zárni kell a részt, mert bebuggoltam. Mondom. Azt hiszem, hülyéskedek. Bebuggoltam. Nézzétek meg. Itt vagyok, beszorult a fejem. Na mindegy, hát tényleg akkor ez a... Itt a vége a mai résznek. Kis izé, comb, igazgatás, combok. És innen fogjuk legközelebb folytatni. Sziasztok, sziasztok!